Jehukanon apostol első levele. Első fejezet. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről. És az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál vala is megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jehusa Hamasiachal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Elohim világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jehusa Hamasiachnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. Második fejezet. Én, fiacskáim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jehusa Hamasiach. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő toráját megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő toráját nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Elohim szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot adok nektek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Írok nektek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Elohim igéje megmaradt bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs abban meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Elohim akaratát cselekszi, megmarad örökké. Fiacskáim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy az Antimásiach eljő, így most sok Antimásiach támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. És nektek kenetetek van a Kodestől, és mindent tudtok. Nem azért írtam nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság.
Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jahusa a Mashiach? Ez az antimásiák, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Harmadik fejezet. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Elohim fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Elohim gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, hasatánból van, mert hasatán kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg Elohimnek fia, hogy Satán munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Elohimtől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Elohimtől született. Erről ismerhetők meg Elohim gyermekei és Hasatán gyermekei. Aki igazságot nem cselekszik, az egy sem Elohimtől való, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól vala is meggyilkola az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéréi pedig igazak. Ne csodálkozzatok, atyám fiai, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van, miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban Elohim szeretete. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb Elohim a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Elohimhez, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle. Mert megtartjuk az ő toráját, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jahusa Hamasiachnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.
és aki az ő toráját megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a ruhákból, amelyet nekünk adott. Negyedik fejezet. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Elohimtől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg Elohim lelkét. Valamely lélek Jahusát testben megjelent Mashiachnak vallja, Elohimtől van, és valamely lélek nem vallja Jahusát testben megjelent Mashiachnak, nincs Elohimtől. És az az anti-Mashiach lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Ti Elohimtől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Elohimtől vagyunk, aki ismeri Elohimet, hallgat ránk, aki nincsen Elohimtől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévegésnek lelkét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Elohimtől van, és mindaz, aki szeret, Elohimtől született, és ismeri Elohimet. Aki nem szeret, nem ismerte meg Elohimet, mert Elohim szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá Elohim szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Elohim e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Elohimet, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Elohim, nekünk is szeretnünk kell egymást. Elohimet soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Elohim bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nekünk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül, aki vallja, hogy Jahusa Elohimnek fia, Elohim megmarad abban, és ő is Elohimben. És mi megismertük és elhittük Elohimnek irántunk való szeretetét. Elohim szeretet. És aki a szeretetben marad, Elohimben marad, és Elohim is ő benne. Azzal lesz teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem Elohimet, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti Elohimet, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti Elohimet, szeresse a maga atyafiát is. Ötödik fejezet. Mindaz, aki hiszi, hogy Jahusa a Mashiach, Elohimtől született, és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha Elohimet szeretjük, és az ő toráját megtartjuk. Mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő toráját, az ő torája pedig nem nehéz. Mert mindaz, ami Elohimtől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jahusa Elohim fia? Ez az, aki víz és vér által jő vala. Jahusa HaMashiach, nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a ruach az, amely bizonyságot tesz, mert a ruach az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige, és a ruach HaKodesh. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön. A ruach, a víz és a vér. És ez a három is egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, Elohim bizonyságtétele nagyobb,
mert Elohim bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz Elohim fiában, bizonyságtétele van önmagában, aki nem hisz Elohimnek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Elohim az ő fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk Elohim, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Elohim fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek Elohim fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek Elohim fiának nevében. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Elohim életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy valaki Elohimtől született nem vétkezik, hanem aki Elohimtől született megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Tudjuk, hogy Elohimtől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy Elohim fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, Jehusa Hamásiákban vagyunk. Ez az igaz Elohim, és az örök élet. Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amin. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!